Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, rendhagyó díszletben, mert hogy rendhagyó az a kötet, amit a kezemben tartok, megjelent Lukácsi József Milyen Európát akarunk című kötete, amely elkalózol bennünket bizony a jelen világban Dublin, Tallinnon át, Bukarest, Athén, ahogy tetszik, Valettáig. Kérdés tehát, milyen Európát akarunk? Vendégem Lukácsi József, közíró, a Vörösmarty Társaság alelnöke, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek. Köszönöm én is. Nos, ez egy sokszínű kötet, emberi, valóságos lenyomata arról, miként gondolkodik egy arra hivatott ember a világról, arról a világról, amely a lővé a miénk, írom én, és jó eséllyel a következő generációé, feltéve, ha figyelünk rájuk, rád, ha úgy tetszik. És ebben is nagy segítségünkre van Lukácsi József gondolatsora a költészetről, irodalomról, politikáról, azokról, akik már nincsenek köztünk, és azokról is, akik nagyon is jelen vannak az életünkben. Kezdjük talán a diplomaosztóval. 35 esztendeje írtad, és kérdezted, hogy mi lesz ezután. Nem tudom, én csak néhány dolgot szeretnék kívánni nektek. Mégpedig kívánok mindnyájatoknak továbbra is minél több tartós és őszinte barátságot, szeretetet, szakmai sikereket, izgalmas könyveket, szép filmeket, színházi élményeket és maradandó zenei szólamokat, felejthetetlen szerelmeket, családi békességet, illetve féltő, szerető és igényes férjet, feleséget és gyönyörű, szép, értelmes gyermekeket. 35 esztendeje történt. Ez nagyon érdekes története van ennek az írásnak. Mielőtt ezt nagyon röviden összefoglalnám, csak annyit mondanám kell erről a könyvről, hogy ez egy kicsit másabb, mint az előző könyv, ami 2016 nyarán jelent meg, az Agyfeladatkozás című könyv. Mivel egy kicsit személyesebb jellegű, ezért is nem található benne a szó hagyományos értelemben felkeréssel megírt ajánló előszó, és talán azért is más, mert egy kicsit műfaji szempontból változatosabb, tehát közéleti írás, publicisztika, glossza, lirai portré, tárcanovella, irodalmi tanulmány, irodalmi recenzió, filmmel, színházzal kapcsolatos írás, nagyon sok, hát a nekrológból egy is sok, 4 vagy 5 darab nekrológ, tehát sok minden található benne. Ez az írás, amit részletet idéztél, ennek érdekes a története, hiszen a Marosvásárhelyi Egyetem esetében legalábbis eddig az elmúlt évtizedekben hagyomány volt, hogy az összevont egyetemi ballagási ünnepségen magyarul mindig a fogorvosi hallgató beszél, ő búcsúztat magyarul. Bár nekem a középiskolához hasonlóan az egyetemen is különböző fajta problémáim, botrányaim voltak, ha úgy tetszik, ezeknek mindig valamilyenféle politikai élettartalma volt, mégiscsak meglepetésre, egyrészt, másrészt pedig nem olyan nagy meglepetésre, hiszen az egyetemi labba, lapokba is írtam már akkor. Engem kértek meg, hogy ezt a feladatot teljesítsem, hogy magyarul én búcsúztassam a kollégáimat az összevont ballagási ünnepségen. Na most ennek az a története, hogy én kétfajta írást szerkesztettem, fogalmaztam meg. Az egyiket, amit a hivatalos cenzúrának beadtam, és abba mindenféle olyan mondat volt, amit a rendszer elvárt, és a másik pedig az, amit felolvastam, és ez úgy gondolom, hogy egy, ahhoz képest, hogy én akkor milyen nagyon fiatal voltam, egy szép, szívhez szóló, érzelemdús, az elvárásoknak megfelelő írás volt, amiből aztán botrány is kerekedett, és már másnap a megyei párbizottságra behívtak, hogy hogy lehet az, hogy itt kétfajta írásról volt szó. Már csak azért is, mert ott a sportcsarnokban egy ilyen 3500-4000 ember volt, akik 3 vagy 4 percig felállva tapsoltak, és ez lehet, hogy életem legnagyobb sikere volt azóta is.
És közben aztán az írás eltűnt, mert én mikor Marosvásárhelyről Fehérvárra jöttem, akkor úgy tudtam, hogy az írás az megvan, eltűnt. Valahogy édesanyámhoz került egy adott pillanatban, akitől mikor megkérdeztem, hogy hol van ez az írás, hiszen én már korábban akartam vele foglalkozni, akkor azt mondta, hogy ő ezt nem látta, és szegény, most miután eltávozott ő is közülünk, akkor az ő hagyatékában ezt az írást megtaláltam, és valóban fénymásolatok is voltak róla, és így került be a kötetbe. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, szép történet, és ezt a kollégáim mai napig is, és az évfolyam társaim mai napig is emlegetik. Nem csodálom. No, hát vágjunk bele, a költészettel kell, hogy kezdjük, és mégpedig azért, mert a nézőknek még nem mondtam, de két részt tervezünk ebből a beszélgetésből, hiszen ahogy az imént is hallották, hallhatták Lukács Józseftől, ez egy nagyon sokszínű kötet mindenképpen. De kezdjük a költészettel, a Vörös Marti társaság alelnöke, úgy tetszik, jószerivel felöleled a Vörös Marti társaság költői, írói esztendőkkel ezelőtti, illetve nagyon friss munkáit. Kezdjük Heiter Tamás Fehér Egyensúly című kötetéről, hiszen te azt írod, hogy referenciaértékű, véleményem szerint, mondod te, a mai kortárs magyar líra legértékesebb műalkotásai között fogják számon tartani, nyelvezetes stílusjegyei alapján maximálisan egyetértek. Kár, hogy keveset szerepel a Tamás, hiszen az ő pályafutása, az írói, költői pályafutása részben rejtőzködő, aztán egyszer csak előbukkan egy csatával. Beszéljünk erről a Fehér Egyensúly kötetről. Ez egy nagyon-nagyon tartalmilag kivitelezését illetően is egy nagyon míves kötet, és én mikor felkért arra, hogy erről a kötetről írjak, akkor a irodalom kritikának, vagy recenziónak, vagy méltatás formáját és tartalmat illetően megpróbálkoztam egy kicsit a gonzó újságírói nyelvezet formájában írni erről a kötetről, ami helyenként a politikai, illetve az irodalmi pamfletnek a műfaji ismérveit közelíti. És ez az írásnak az elején, a végén, de közben is tapasztalható, és megfigyelhető az, hogy ebben a kötetben nagyon kimódolt, nagyon tartalmi és stilisztikai szempontból is nagyon kidolgozott versek találhatóak. Én azt írtam le egy másik helyen Heiter Tamásról, hogy ő az úgynevezett humanitas erasmiana, tehát az erasmusi emberiességnek egyik itt felejtett képviselője, hogyha úgy tetszik, de ezt azért tudja aktualizálni, mert a verseiben az abszolút humor, a mai globalizált világban előforduló furcsaságok, eszementségek, fejetlenségeket kikarikírozza, és ezekkel a tartalmakkal, amit egy abszolút humoros értelmezési keretbe ágyaz, ezt a fajta erasmusi humanizmust egy kicsit jelenidejűsíti, és egy kicsit aktualizálja, és ez majdnem valamennyi versében végig követhető. Igen, nem véletlen a cím sem, ezt a posztorwelli idők és kortárs pessimilek. Igen. És akkor, ha most már is, hogy Orwell, hogy kerül ide, amikor Európán átutazom, a Haza nevű állomáson a rádióban egy férfi érvel, a kalóz kopog a kupém ajtaján, good morning, Mr. Orwell. Igen. És ez a vers is egyébként, meg a Orwellnek az 1984 című regénye is példázza azt, hogy az elképzelésekhez, a jövendőlésekhez képest a később megvalósult valóság sokkal borzalmasabb, elvontabb és abszurdabb lesz, mint amit eredetileg a szerzők elképzeltek, akár Orwell a prózai munkájában, akár pedig Heiter Tamás az Orwell is megidéző versében. Igen, hát nagyra becsüljük Tamást, és mondom, én nagyon várom mindig mi valamennyi új kötetét, mint ahogyan nagyon is vártam a 70 kedők megjelenését,
hiszen az a három ember, Balajti Feri, Bobori Zoli és Pálfalvi András nagyon-nagyon sokat Balajti az ember és világ viszonyáról, nem iszonyáról, hála Istennek, hanem viszonyáról, illetve a gyermekversei is fantasztikusak. A hit, remény, szeretet triász, ahogy te fogalmazol, a Bobori Zolinál, illetve Pálfalvi András, aki a természeti szépségekre is fogékony, és egy nagyszerű ember ráadásul. Hogyan lehet, ők a barátaink, barátaid, barátaink. Hogyan lehet úgy közelíteni hozzájuk, hogy némiképpen kritikus szemmel, hogy aztán még inkább kidomborodjék az ő nagyszerűségük. Én azt írtam róluk, és ennek az írásnak is az a címe, hogy akiknek még van emberi arcuk, ugye Nagy Lászlóra utalva, és ez abból az alkalomból jelent meg ez a kötet, három költő egy kötetben, hogy mind a hárman tavaly, illetve tavaly előtt töltötték a 70. életévüket, és verseiből egyfajta válogatás készült egy kötetben, aminek az előszavát én írtam, és tulajdonképpen ebben a könyvben ez az előszó szerepel. És olyan érdekes ember, mert három különböző ember, és mégis valahol a céljaikban, a mondani valójuk végső kicsengésében mégis egymáshoz közelítenek. Ugye a Balajti Feri egy érdekes, hogy gépészmérnöki és tanári diplomával rendelkező ember, akire jellemző a derű és az életnek a szeretete. Ez verseiben előfordul, és a versnek a szeretete, ő egy különleges ember, nagyon sok gyermekverset írt, ezért is áll közel, egyébként át mindig közel Kanyádi Sándor verseihez és művészetéhez. Bobori Zolinak ebben a kötetben teljesedik ki a költészetének az a vonulata, hogy a költészete egyféleképpen a hit, remény, szeretet nevében a istenes versek felé fordul, és talán ebben a kötetben jelenik meg először a Megtestesítés című verse, ami azért nagyon különleges, mert a Megtestesítés című versében a fennvalót egyféleképpen emberi tulajdonosságukkal ruházza fel, még az embert, a hívő, az istenfélő embert pedig isteni tulajdonságokkal, és mindezt egyféle testi érintkezés és szóbeli dialógus alapján, és egy nagyon gyönyörű, nagyon különleges vers kerekedik ki belőle. A Pálfalvi Andris esetében pedig az ő költészete nekem azért volt nagyon nagy meglepetés, és nagyon nagy elégtétel is, ugye, mert hosszú időn keresztül, miután fiatal korában írt néhány verset, jó néhány évtized szilencium következett, mert ugye ez azért is, mert el volt foglalva mindig a kulturális eseményeknek, a kulturális intézményeknek a vezetésével, szervezésével, és jó néhány évtized el kellett teljen ahhoz, hogy körülötte és a fejében, hogy így mondjam, az énjében egyfajta csend keletkezzék, hogy azokat a verseket meg tudja írni, amelyek egyébként ebben a válogatásban és máshol is megjelentek. Én mindenkinek felhívom a figyelmét, én csak az Istent szánom című versére, ami egy rendkívüli vers, és egy rendkívüli ritkaság. Vallásfilozófiai szempontból is ritkaság, nem csak forma és tartalom szempontjából. Nagyon fontos, ugye Balajti Feri, a vers az, amit írni kell, a vers az, amit mondani kell, a vers az ember, az emberiség, a vers az, amit szeretni kell. Pálfalvi halkan, vagy inkább Bobori Zolitól, simogass meg, Uram, add meg, hogy kezem kezedbe fogadott, fogd úgy, ahogy anyám tette éltében, s fogja holtában, holtunkban is. Ez a megtestesítés, igen. Pálfalvi András, olyan ez a gondolat, mint a sínen zötyögő vonat, átváltja minden váltó, feltételes megálló. Tehát amit mondtál, az egyértelműen számomra tisztává és világossá teszi, hogy a mi 70 éves, most már 71 éves barátainkra óriási nagy szükség van, mindenféle értelemben. Viszont következzék egy olyan ember, aki azt hiszem, hogy számunkra, idestova több mint 20 éve nincs köztünk, Páskándi Gézáról beszélek, de példakép mindenféle értelemben. Példa az 56-os helytállása, példa mindaz, amit te úgy fogalmaztál meg, és engedd meg, hogy idézzelek,
Állítólag 5 vagy 6 éves lehettem, amikor megkérdeztem székelyudvarhelyi nagyanyámat: te, mama, miért van az, hogy ti örökkétig csak sírtok? Ha születésnap, ha névnap van, sírtok. Húsvétkor sírtok, karácsonykor sírtok, szilveszterkor csak sírtok. Ha a himnuszt halljátok, sírtok. Ha a mi zászlónkat látjátok, sírtok. A templomban sírtok, mindig csak sírtok. Jaj, menj el, édes fiam! Hiszen itt minden a miénk volt, és most is az kellene, hogy legyen, hiszen itt mindent mi teremtettünk, válaszolta öreganyám akkor is sírva. És ez nem véletlen, hogy ezt idéztem, és nem véletlen, hogy az 56 utáni meghurcoltatásáról és írásművészetéről, Páskándi Gézáról beszélünk, ezt írtad az elejére. Nem véletlen. Mondjuk Páskándi Gézának a személye számomra több szempontból is nagyon fontos és érdekes. Az egyik, hogy édesapámnak barátja volt addig, amíg Erdélybe élt. A 70-es évek elején egyszerűen egy útlevelet adtak a kezébe, és azt mondták, hogy puccoljon el Kolozsvárról. Páskádi Géza az erdélyi 56-os eseményeknek egyik meghurcolt alakja, hiszen kevesen tudják azt ma Magyarországon, talán most már azért jóval többen, mint ezelőtt 15-20-25 évvel, hogy az 56-os események hatására a határokon túli részekben is, de elsősorban Erdélyben nagyon komoly eseményekre, szervezkedésekre került sor. Ezeknek az áldozata lett egyébként Páskándi Géza is, és ezeknek az eseményeknek a kutatója most már, aki több könyvet is megjelentetett az erdélyi 56-os eseményekkel és utólagos áldozatokkal kapcsolatosan, az a Tófalvi Zoltán, aki most másodszor volt itt a határokon túli irodalom napjain ebben az évben, és aki megint bemutatott egy olyan könyvet, ami szintén evel a 56-os erdélyi meghurcoltak sorsával kapcsolatos. Páskándi Gézáék akkor, mikor 56-ban az események zajlottak Budapesten, egy diákszövetségi ülést tartottak, ahol hoztak egy határozatot, és ezt a határozatot és a diákszövetségi ülést önmagát a hatóságok és az állami represszív szervek szervezkedésnek minősítették, és mindenkit, aki ott volt, csak ott felszólalt, már pedig Páskándi Géza többször is felszólalt, és egyik szervező volt, egyébként Pál Lajos nevezetű korondi költővel és festőművésszel letartóztattak, és végül is a Duna csatornához vitték őket. Pál Lajos is a Duna csatornához került Páskándi Lajossal együtt, a volt erdélyi református püspök is, és még sokan, és miután ezt valahogy megúszták, és szabadlábra helyezték őket, akkor elkezdték az irodalmi tevékenységüket. Kevesen tudja Páskándi Gézáról azt, hogy tulajdonképpen ő, mivel drámaírónak tartják számon, de ő költő és prózaíró is, az 50-es évek végén kezdődő magyar erdélyi lírja egyik első megújítója, míg a Forrás nemzedék előtt, a Forrás nemzedékbe tartoznak Szilágyi Domokos és társai, akik Farkas Árpád, akik az erdélyi modern lírának a megteremtői a 60-as, 70-es években, és a Forrás nemzedéknek volt egy ilyen, a Kriterium kiadónak egy ilyen sorozata, őket adták ki minden évben megjelenő egy-két kötetben, költőket és prózaírókat. Novellás kötetet is írt Páskádi Géza, a Vegytisztító halála címen, a Hány óra Weisskopf úr címen, két regényt is írt, az egyik a Szekusok, a másik a Sírrablók címen, ami tulajdonképpen a Securitate által behálózott Romániának a történetét írja le mind a két regényben a legkorábbi időktől egészen 89-ig. És utána nagyon-nagyon fontos drámákat írt, amelyek közül az egyik a Vendégségben, és talán a leghíresebb az Apáczai Csere Jánosról szóló drámája. 90 után tulajdonképpen a Nemzeti Színház szakmai tanácsadója lett, és tagja volt Antal József miniszterelnök új tanácsadó testületének. És ez pontosan ezért nagyon szomorú, ugye ez az egy előadásnak a szerkesztett változata, és a befejezését azért olvasom fel, mert jó, ez nem változott két esztendeje.
írtad ezt a Határon túli Magyar Irodalom napjai keretében. Súlyosbodott a helyzet, hiszen itt az az utolsó bekezdés, hogy Páskándi Géza drámáit sehol nem játsszák a Kárpát-medencei magyar színházakban, ez nem változott. Magyarországon főleg nem, ez sem sajnos. Talán azért, mert felmagasztalja az igazakat és elítéli az árulókat. Pedig, valljuk meg, soha nem lett volt nagyobb szükség arra, hogy elővegyünk egy-egy Páskándi drámát, helye és szerepe lenne a színházakban, nem tudok választ arra, hogy ez miért nem történik meg. Annál is inkább, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy 1995 óta ő nincs köztünk. Itt lenne az ideje. Így van. Hát mindenféleképpen, arról nem is beszélve, hogy a 90-es évek elejétől haláláig 95-ig nemzetközi színházszakmai konferenciákon vett részt, ahol a színház valamennyi vonatkozását, a színpadi játékot, a dramaturgiát, a szenográfiát, illetően a rendezést illetően, a rendezési módokat és stílusokat illetően különböző fajta előadásokat tartott. Nekem az a kötet, amelyekben ezek az előadások össze vannak gyűjtve, megvan, és érdekesnek tartom, hogy soha erről a legmodernebb, a leghíresebb színházi iskolák által szervezett nemzetközi színházi konferenciákon vett részt. Soha senki ezt elő nem vette, nem említette, és nem vitatkozott vele. Ugye elvánnám, hogy egy Zsótér, egy Asher Tamás adott esetben, vagy egy Máté Gábor ezt elővegye, és evel úgymond vitatkozzon, és mondja el a szakmai véleményét, úgyis, mint színész, úgyis, mint rendező, úgyis, mint színházigazgató. Bizonyos értelemben én megfigyeltem, hogy most már idézetek jönnek Páskándi Gézától, viszont darabokat nem veszik el. Sajnálom. Türelemmel várunk. Viszont lép 2017, egy következő esztendő, 2017 nekem abban az értelemben nagyon nagy szerencsében volt részem, hogy ugye a Kodály és az Arany János emlékévet külön-külön mi megünnepeltük Székelyföldön is, hiszen Arany János emlékév keretében volt a csíksomortáni verstábor, és itt a székesfehérvári versünnep nem különben, a csíki is. A másik pedig, hogy ugye a Kodály emlékév volt, és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, és ugye azt tudjuk, hogy a kórusmuzsika fellegvára azért Székesfehérvár, valamennyi Székesfehérvár kórus megszólalt. Ugyanakkor a te írásodban Arany János és Kodály Zoltán más kontextusban szerepel, hiszen a társadalmi béke és szolidaritás az írás címe, és teljesen más. Viszont Arany és Kodály Zoltán a hivatkozási alap mindenképpen. Igen. Erről kell, hogy szó essél. Igen, gyakran előfordul, hogy nagy ünnepekkor, év végén, karácsony környékén, advent környékén, ezt mostanában úgy valahogy egy késztetést éreztem az elmúlt években, hogy egy kicsit, mikor mindenki a szeretetre, a családra koncentrál, egymás felé fordul, hogy egy kicsit a békéről, a szeretetről, az összetartozásról írjak. Ebben az írásban is ezt tettem, ahol ugye az adventről, mint várakozásról, egyfajta befelefordulásról, de önvizsgálatról is van szó, hogy mit is vizsgálunk meg magunkba akkor, hogy elvégeztük-e azt a munkát, amit arra az évre terveztünk, hogy segítettünk-e kellőképpen a családunk mellett, a barátainkon, az ők örömeikben, bánataiban, esetleg gyászukban, hogy melyek azok az elemek a családi, a közösségi és a társadalmi együttélésben, amelyek ahhoz segítenek minket, hogy nagyobb közösségként, országként érjük az életünket szeretetben, alkotó munkát tudjunk végezni, és az országot, magunkat, a városunkat és a társadalmat működtetni tudjuk eredményesen és hatékonyan. És akkor ennek a végén írtam, hogy jövőbe ugye Arany János és Kodály év lesz, és ők mind a ketten a maguk módján és a maguk útján megmutatják a követendő utat. Megjegyzem azt, hogy amit a Kodály kapcsolatosan a fehérvári korusok tevékenységéről elmondtál, azt nagyon nagy elégtétellel és örömmel töltötted el engem is. Azonban meg kell mondani, hogy az ország más részeiben, akár a fővárosban, akár más megyei jogú városokban vagy régiókban a Kodály év gyakorlatilag csendben lecsengett,
és Kodályra, az ő munkásságára nem csak a Kodály módszer és a zeneszerzői, hanem az írói és társadalmi, szociológiai vonatkozó írásairól, munkásságáról egyáltalán nem esett szó, amit nagyon fájlaltam. Jogosan. És még mindig 2016 végén vagyunk. Ez tulajdonképpen egy pamflet, szerintem is a Bob Dylan irodalmi Nobel-díja, mégpedig azért, hogy tökéletesen egyetértek veled, hogy ugye a Grammy-díjat, illetve a filmdal Oscart abszolút megérdemelte. Zseni. Tehát ezt nem vitatjuk, egy gitáros zseniről beszélünk. Ugyanakkor az irodalmi Nobel-díj a szövegekért. Nagyon is jól tudjuk, hogy az amerikai dalok szövege általában hogy épül fel. Én azt gondolom, hogy kritika illeti most a Királyi Akadémiát ott Stockholmban. Ugyanakkor felszólaltál te is. És említesz jó néhány olyan nevet, akik, ez nyilván szubjektív, akik sokkal inkább megérdemelték. Hát akkor, akik abban az évben jelöltek voltak. És közben ez nekem eszembe jutott, hiszen Murakami Haruki egyik drámáját ugye a Vörösmarty Színház is játszotta nemrégiben. És kiderült, hogy egy zseniális japán drámaíró. És kitűnő regényíró, csodálatos történetei vannak, elbeszélései vannak. Miért jutottunk idáig? Tehát ez a hát az a, itt most még súlyosabb a helyzet ebbe az évben, mert a Svéd Akadémia ebbe az évben nem is adott át irodalmi Nobel-díjat, valami fajta mesterségesen feltuningolt, úgynevezett szexuális zaklatás és összeférhetetlenségi okok vagy jelenségek miatt ez a hivatalos verzió. Tudjuk, hogy ez a történet a Weinstein botrány óta kezdett kialakulni, először Amerikában, aztán Európában, és megjelent ennek kapcsán ez a Me Too nevezetű mozgalom, ami ugye hát a szexuális zaklatásokkal és annak következményeivel foglalkozott, csak hogy nem adekvát formában, mert azt a látszatot kelti, hogyha itt emberek, tulajdonképpen inkább emberek besározódnak, mint amennyire erkölcsi megtisztulás történik, azt a látszatot kelti, hogy ezekkel a polémiákkal erkölcsileg a mi világunk, mint hogyha megtisztult volna, holott nem, pontosan az ellenkező hatást érte ki. Én írtam egy Moral History nevezetű írást, és ebben a könyvben benne van, ami a magyarországi vonatkozásait taglalja, ami eklatáns példája annak, hogy elkölcsi megtisztulást nem hozott, viszont besározódnak olyan fajta nagyon komoly stallumokkal bíró emberek, akik nem akármit tettek le az asztalra, mint amilyen Márton László is, a Vígszínháznak a volt igazgatója és főrendezője, akit beleártottak ebbe a dologba, és hát tulajdonképpen pont akkor, mikor az önéletrajzi kötete megjelent, és ez egy nagyon szerencsétlen kettősség volt. No, eddig jutottunk a mai adásban, innét folytatjuk. Kedves nézőink, ígérem önöknek, hogy a következő csütörtökön ismét erről a kötetről beszélünk, mégpedig azt is elárulom, hogy egy felolvasó Maraton Margójára című írásról fogunk beszélni először, hiszen Vas Albert a megszólított ebben az értelemben. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!